Az internet a mindennapi életünket számos területen megkönnyíti. Vannak azonban veszélyei is a világhálónak. Könnyen válhat ugyanis valaki például becsületsértés áldozatává. Erre akkor kerül sor, ha nagy nyilvánosság előtt, például egy közösségi oldal idővonalán, a becsület csorbítására alkalmas módon becsmérelnek valakit. De még ennél is súlyosabb bűncselekmény az internetes zaklatás, aminek egyre gyakrabban esnek áldozatául gyermek vagy fiatalkorúak, Tolna megyében is. És ugyancsak jellemző, hogy az ilyen jogsértéseket sok esetben követik el szintén fiatalok, esetleg gyerekek. Ezt a bűncselekményt az követi el, hogyha valaki más megfélemlítése céljából, vagy azért, hogy magánéletébe, vagy hétköznapi életvitelébe önkényesen beavatkozon, e véget rendszeresen, vagy folyamatosan háborgat valakit. Vagyis az is zaklatásnak minősülhet, ha valaki szexuális tartalmú, esetleg felkavaró fotókkal vagy videókkal ostromol valakit. A bűncselekmény pedig még súlyosabbnak számít, ha az áldozat fiatal vagy gyerekkorú. A szakértő szerint sok esetre nem derül fény, mert az áldozatok félnek beszélni arról, mi történt velük. Pedig Huszti Gábor azt mondja, ha már megtörtént a baj, fontos, hogy a szülő és a gyerek, aki az internetes zaklatást átélte, alaposan átbeszéljék a történteket. A rendőrségi alosztályvezető azt mondja, ha internetes zaklatás történik és arra fény derül, mindenféleképpen feljelentést kell tenni, valamint érdemes az áldozat iskoláját is értesíteni, mert a tettes könnyen lehet, hogy ugyanott tanul. Az internetes bántalmazásoknak egyébként nagyon súlyos következményei lehetnek. Ezek a sértettek, áldozatok gyakran nagyon-nagyon súlyos sérelmeket szenvednek el, és ez megmutatkozhat gyakran lelki problémákban is. Ezért azt is érdemes átgondolni, hogy a szülők a gyerekkel szakértői segítséget vegyenek igénybe. Az ilyen bűncselekményekért egyébként akár súlyos, letöltendő börtönbüntetés is kiszabható. Ha pedig az elkövető gyermekkorú, akkor gyámügyi felügyelet alá kerülhet.